A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. A Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett magánénekesi és énektanári diplomát 1974-ben. Ugyanez év őszétől előbb ösztöndíjas a Magyar Állami Operaházban, majd magánénekes. 35 éven keresztül több mint 40 opera szerepet énekelt el, elsősorban szubrett szerepkörben. Elsőként Mozart varázsfuvolájából a három kisfiúként láthattuk, majd láthattuk Papagénaként, Beethoven Fidéliójából Marcellinaként, Erkel Hunyadi Lászlójából pedig Gara Máriaként. 1993 óta a Prima Primissima díjjal kitüntetett Weiner Leo konzervatórium tanára, így számtalan tehetséges növendéket indított el az énekesi pálya felé. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag keresztjével tüntették ki. 2015-ben a Rákóczi Katalin által alapított Oswald Júlia díjban részesült. A Lillás reggeli mai vendége Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház Bartók Pásztori díjjal kitüntetett magánénekese. Ide hangpróbázni reggelizés előtt, és most nem beskáláztunk, ugye, akkor már a beszédhangodon is lehetett érezni, hogy mennyire az ének alá, illetve a színpad alá rendeled a beszédhangodat is, ellentétben velem, aki nem jó helyen beszélek. Miért fontos ez? Én azt tartom, hogy ugyanott beszél az ember, ahol énekel, és hadd meséljek el egy nagyon kedves történetet, ami nemrég történt velem. Lukács Gyöngyi kedves kolléganőmmel utaztam egy kocsiban, és azt mondta, hogy hogy a csodában van, hogy neked olyan gyönyörűen fönt van a hangod. Mondom, én ha nem itt beszélnék, akkor nem tudnék napi 4-5-6-7 órát tanítani, mert ennyit tanítok momentán naponta. Tehát akkor ennyire összefüggésben van az ének és igen, a beszédhang is igen, egymással. Igen. Hogyan kell ezt megtanulni? Nagyon sok ember úgy használja, és ez azért érdekes, ugye, mert hát azért ebben a műsorban, hogyha majd opera énekes, aki tanít is, ez tanulságul szolgálhat maguknak, az embereknek is a hétköznapi életben is, hiszen a hangszínnel, a hanggal nagyon sok mindent ki lehet fejezni. Tanulható az, hogy hol és hogyan beszéljen az ember? Igen, én az éneket tanultam meg, ugye, végül is egy nagyon-nagyon jó énektanárnőtől, akihez Lehocki Éva szintén kolléganőm vitt el, és ő is nála tanult. Kapitánfi Magda, úgy hívtuk. Nála tanultam, és ő tanította meg ezt a fajta tudatos éneklést, amit aztán én miután 23 éve tanítok, tovább fejlesztettem. És én mindig azt mondom, hogy sokan mondják, hogy én bel cantót tanítok. Én azt mondom, hogy én a tudatos éneklést tanítom. Aki hozzám eljön, annak egy olyan pár hónapon belül fogalma van arról, hogy hogy és hol kell énekelni, miket kell szerepeltetni. Nekem a férjem az biológiai műveltségű, illetve végzettségű is, és ő mesélte el nekem. Közben megjött a finom rend. Köszönjük szépen. Mindjárt megvárjuk, hogy mit mondott a férje. Elviszem a szálvétát. Köszönjük szépen. Olyan gyönyörűen van ide készítve. Ó, de szépséges. Mindenféle zöld és üde, már majdnem tavaszi. Igen. Ó, jaj, de hát azért van itt minden, mert a... nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Finom. Összefutott a nyál a számban. Igen, nekem is. Elmondhatjuk. Na jó, és akkor most... Szóval ott tartunk. Ott tartottunk, ugye a férjed biológiai végzettségét. És ő mesélte el nekem a rekeszizmot, meg a támaszt, ami ebből adódik. Mert ugye gyakorlatilag van egyfajta felső része az éneklésnek, akkor mindjárt mesélek az éneklésről, igen, jó? Szóval van egy olyan pozíciója az éneklésnek, ami itt képződik fönn a fejnél, és van az alsó rész, az úgynevezett támasz, amiről mindenki mesél, hogy így kell támasztani, úgy kell támasztani. Na most én meg azt mondom, hogy mind a kettő egyformán fontos. Tehát veszünk egy jó levegőt,
a jó levegőt jó helyre ütköztetjük, és ez nagyon fontos, és jön a támasz, és avval megtámasztom. És akkor jönnek a magánhangzók, másolhangzók, azokat pedig megfelelően, a megfelelő apparátussal mondom. És akkor elkezdem, hogy az L, L, T, D, azt a nyelvem elől mondja, K, G, hátul mondja, M, P, elől mondja. Szóval ezek már nagyon részletbe menő dolgok, de nagyon fontosak. Amikor oda kerülnek hozzád a tanítványok, és akkor most a tanítással kezdjük, igen, és nem az operai pályáddal, igen, de hogyha majd bele fogtunk ebbe a témába, akkor érdekesnek és izgalmasnak találom. Tehát oda érkeznek hozzád a tanítványok, azért nem olyanok jönnek, akik nem konyítanak az énekléshez, hanem általában azért olyanokat tanítasz, akik tapasztalattal, tudással érkeznek. Vagy ez ilyen is, formán, olyan is. Vannak is, nagyon kezdő növendékeim, mert ugye végül is a Weiner Leo Konziban tanítok, de ott van zene iskola is. Tehát van, akit én nevelek föl. Zeneiskolásként? Igen. Igen, mert abszolút natur, és azt csinálok vele, amit kell. Nagyon sokszor van az, hogy jönnek viszont problémásak, de az az érdekes, hogy van olyan basszista növendéken, most egy középkorú úriember, aki tulajdonképpen maga is tanár, az ELTE-n tanít oroszt. És gyönyörű basszus hangja van neki, és azt mondja, hogy el nem tudod képzelni, hogy én hány énektanárt próbáltam már ki, és most meg teljesen felüdült, azt mondta, hogy hát így könnyű énekelni. Tehát amikor a tudatod belevezeted, ezért mondom, hogy mindig egy olyan pár hónap kell, amíg rá tudom vezetni őket, hogy mit, hogyan kell csinálni. Máshogy kellett tanítani egy olyan embert, aki, tegyük föl, ugye szép basszus hangja volt, sokat énekelt már, de nem egy operai karrierre szeretne rátérni. Vagy pedig, tegyük föl egy táncdalénekes, hogyha elmegy hozzád hangképzésre, mert azt mondja, hogy tudatosan szeretnék énekelni, de esze ágába sincs, hogy opera áriákat énekeljen. Máshogy kell-e ezt tanítani és azt? Értem a kérdést, nem. Nem, ugyanúgy meg kell tanítani arra, hogy hogy bánjon a hangjával, és akkor jönnek a jellegek, amik ugye a tánczenéből, a musicalből adódnak. Azok a stílusok. Tehát ha ő jól bánik a hangjával, az ugyanolyan jó kell legyen, mint az operaénekes hangja. Legalábbis én ezt tartom. Gyakorlatilag nem engedem meg nekik, hogy kiabáljanak, torkoljanak, mert ugye nagyon-nagyon sok könnyű zenész tiszta erőből énekli a dolgokat, és az nem jó. Rövid ideig megy. Aztán egyszer csak azt mondja a hangszál, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle többet. Most voltam egy előadást nézni, nem mondom meg, hogy hol. Miért? Jó, majd a végén ki fog derülni, miért nem mondod meg? Nem mondom meg, mert nem szeretnék kellemetlenséget okozni magamnak. Igen. És meg voltam rökönyödve, hogy mennyire nem tudnak bánni a hangjukkal. Még el is határoztam, hogy föl fogom ajánlani, hogy segítek. Mert igazából sajnálom azt a fiatalt, aki tehetséges. Ott hallom, hogy benne van a torkában a hang, és nem tud vele mit kezdeni. Nagyon. Én akkor mindig szomorú vagyok, és mindig törekszem arra, hogy megtanítsam. Meg kell, hogy mondjam, hogy rengeteg növendékem van, és most az egyik növendékem mondta, hogy tanárnő, lenne még valaki? Mondtam, hogy várj egy kicsit, mert nem. Nincs. Egyszerűen nem fér bele a heti menetrendembe, körülbelül egy olyan, 30 órát biztos tanítok. Azért az rengeteg. Sok. Sok, és akkor rengeteg. Megyek még énekelni. És egyébként nagyon kevés operaénekes, aki még aktívan énekel, nagyon kevés vállalkozik arra, hogy tanítson közben, mert a tanítás sokkal jobban kikészíti a hangot, mint maga egy operai előadás. Nagyon jól látod, nagyon jól látod. Viszont én azért tanultam meg ilyen jól tanítani, mert ugye menet közben nekem nagyon kellett sokat énekelni. Tulajdonképpen 93-tól tanítok a Weiner Konzervatóriumban, és menet közben én rengeteget énekeltem, a legszebb szerepeimet akkor énekeltem el. Mondjuk úgy, hogy akkor voltam in floribus. Szóval akkor rengeteg mindjárt eljutok oda, de még a tanításnál két-három gondolat erejéig kénytelen vagyok itt maradni. Tehát azt mondod, hogy ugye teljesen független az, hogy kezdő vagy nem kezdő, hogy milyen stílust akar énekelni, a tanítás az nagyon-nagyon lényeges, és nem fárasztja le semmilyen szempontból a torkodat. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a magához az énekléshez egy fizikai kondíció is kell, és ezt a fizikai kondíciót, ezt hogyan lehet megszerezni? Mert ugye kétféle operaénekes típust ismertem meg én annak idején,
Az egyik a nagyon filigrán kategória, a másik a nagyon nagy kategória, és most mindjárt majd látni fogod az összefüggést is. Te nagyon sok szerepet azért nem kaptál meg egy ideig, mert egy ilyen egyszálbél kislány voltál, aki nagyon filigrán volt, és filigránnak találtatott a szerepekhez, és téged sokszor az alkatodhoz irányítottak szerepekben, nem? Hát lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen egy ilyen koloratúr szubrett szerepkört csináltam, ami nem azt jelenti, hogy én nem szerettem volna, és nem tudtam volna mást is csinálni. Meg kell, hogy mondjam, hogy amit mondasz, csak egy kicsit fedi a valóságot, mert ugyanakkor ismerek kolléganőt, aki ugyanilyen filigrán, mint én, és nagy drámai szerepeket énekel. Ez is nem publikus, hogy kiről van szó, nem szégyen, de ugyanolyan filigrán, mint én. De akkor mi volt az, ami, ami miatt mégis úgy döntöttek, hogy ugyanolyan filigrán, mint én, mondod ezt most. Mondjam, vagy mutat. Nem, hát ez egyértelműen a vezetőségnek a puvoárja, sajnos, hogy őt kit, mire bíz rá. Nagyon érdekes történetem van, pont a tanítással kapcsolatban. 23 évvel ezelőtt az Óbudai Társas Körben énekeltünk, Ercse Margittal, ő egy gyönyörű mezzoszoprán kolléganőm volt, húsvét volt. És ugye Varga Karcsi bácsi kérte, hogy menjünk húsvétkor, mondtam, hogy hát természetes, hogy húsvétkor mi megyünk énekelni. És énekeltem egy Mimi áriát a Bohém Életből, és azt mondta az Ercse Margit, hogy te Csilla, te miért nem tanítasz? Hát mondom, mert még nem kértek. Na, azt mondja, majd én. És képzeld el, én nem hittem benne, mert akkor még nem tanítottam. Egyszer csak jön a telefon, hogy menjek be a Weiner konzervatóriumba, mert mehetek tanítani. Szóval, mint a mesébe úgy történt, és azt mondta, hogy azért, mert én azt hallottam, hogy aki így tud énekelni, azt tanítsa. Ez szép. Adja át. Adja de egyébként át. Azért ehhez is föl kell készülni, mert van, aki tudja nagyon jól, igen, de nem tudja tanítani, és nem tudja átadni a technikát. Igen. Van olyan kolléganak, aki gyönyörűen énekel, és bizony nem sikerül neki átadni a dolgokat. És nagyon sok opera énekes, aki tanít, tönkre is teszi a tanítványait. Nekem, mondod nekem, kettőt tett tönkre. Egy szopránt és egy tenoristámat. Úgyhogy én erről tudnék mesélni. Tám még könyvet is írni, ha tudnék írni. Sose lehet tudni, hogy mivel fogsz megpróbálkozni. Ha már itt tartunk, ugye az opera szereteténél, és arról, hogy tanítás, és hogy hogyan lehet a színpadot és a tanítást összeegyeztetni, akkor nálad az operáról el kell mondani, hogy te gyakorlatilag ebben a világban nőttél föl. Hát ugye kevés család mondhatja el magáról, hogy nagyszülők fölfelé mindenki operával foglalkozott valamilyen szinten, vagy valamilyen operai dologhoz köze volt, viszont a testvéred, és ez is ritka, hogy két operaénekes legyen társulati tag és magánénekes az operaházba. Ugye, és akkor itt az Ötvös Csilla, Ötvös Csaba, az egy olyan 35 év, Csaba pedig 40 év. Elképesztő dolog. Azért ez gondolom, hogy nagyon jó lehetett, de ettől függetlenül mesélj erről a párhuzamosságról. Az az igazság, hogy nekem édesapámnak volt nagyon-nagyon szép tenor hangja, és ő szeretett is volna operaénekes lenni, de a sors valahogy úgy hozta, színi iskolába is járt. De a sors úgy hozta, hogy ő nem lett, viszont belénk táplálta azt, hogy opera. Mikor hallottál először operát? Nagyon pici voltam, és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Rigolettót láttam édesapámmal, és késő este volt, kicsit álmos voltam, de arra is emlékszem, hogy a Gyurkovics Mária énekelte a Gildát. Úgyhogy nekem onnan indult az opera. Akkor a Gilda az ki volt tűzve nálad? Igen, bár igen. Sajnos csak külföldön énekeltem azt is. Szóval ez a vezetőség, amit mondottam igen, volt. Igen. Ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok magyar tehetség, kevésbé ismert itthon Magyarországon, mint külföldön, igen, hogy külföld már fiatalon elviszi és körbejárja a világot, ezzel számos alkalommal szembesülök, én magam is itt az adásokban. Igen. De hála Istennek azért a magyar közönség téged nagyon sokáig élvezhetett az operába, és azért nagyon sok minden megadatott, ha a Gilda ugyan nem az is adatott nem meg. Az az igazság, hogy amikor mielőtt befejeztem a Zeneakadémiát, az opera szakot, akkor engem megkeresett egy impresszárió Németországból, és el is mentünk a Royal Szállóba, ott fogadott minket, és mentünk a akkor még vőlegényemmel, és mondta, hogy menjek ki, mert ott lenne nekem Németországban szerződés, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek, mert én a Magyar Állami Operaházba fogok bekerülni. Szóval volt bennem valami ilyen kis gyerekes gő,
ők, hogy majd én megmutatom, hogy én bekerülök ide, nem megyek külföldre, én itt fogok énekelni. Úgyhogy itt elindult a magyar karrierem, mondjuk nem indult el a külföldi annyira, de azért nem panaszkodhatom. Bántad későbbiekben, ne. Hogy nem kezdtél el, nem? Az opera az opera. Nem, én annyi gyönyörű, sok szép szerepet énekeltem. És túl azon, hogy az operában ugye, hát talán 40-nél több szerepet énekeltem, mindig volt feladatom az operán kívül is, és ez nagyon érdekes, hogy egyrészt operai feladatok, másrészt operett feladatok, mert igazából a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Vígőzvegyet Pitti Katival énekeltük annak idején, és fergeteges volt a siker. Abba volt, hogy cigány kerekeztem, ezt mindig azért elmesélem, mert most már nem vállalom. Sajnos. Mire lehet még téged mostanában rávenni? Mert azért nagyon sok temperamentum van benned. Van. Énekelni. Tehát azzal még az ég a terület. Erre mondja a fényem, hogy neked most kéne igazán az opera színpadon szerepelni, mondom, édesapa, én már túl koros vagyok. Ott van a rengeteg fiatal. És nekik kell. Az, hogy most, én szép hangot tudnék most is kiadni, meg úgy el tudnám énekelni, ahogy kellene, az egy dolog. De sajnos az idő, mint... Hát eljár. Nagyon sokunk felett. Na most ez is egy érdekes dolog, hogy ki mikor kap meg egy szerepet, mikor tudja eljátszani, mikor érett rá, és mikor érik ki belőle. És hogyha a színészeknél ugye beszélgetünk, hogy nagyon nehéz, illetve nem, a színészekkénél a korral nem nehéz szerepkört nem találni, mert hogyha valaki jó színész és jó karakter, arra meg lehet írni a szerepeket, meg lehet találni. Operánál és operetnél ez kicsit más. A legmostohább én szerintem az operett szubrett szerepkör, ami valahol hiányzik az operett irodalomból, hogyha valaki már elmúlt 50 éves. Tehát azt gondolom, hogy Oswald Marikánból kevés van, aki, ő egy kivétel. Játszani most is most a tínédzser, hogyha arról van szó. Most is a másik szempontból, de eljátsza. Igen. Tehát el tudja adni magát a színpadon. Hogy áll ez az operánál? Hát az a probléma, hogy az én szerepkörömben ugye nem olyan nagy a lehetőség. Tehát nálad is ez a operett szubrett szoprán? Hát igen, az úgy kifújik. Igazából utoljára énekeltem a Figaro házasságából a Marcellinát, tehát az anya szerepet. De ilyen szerep elég kevés van, bár el kell meséljem, hogy én azért élveztem ezt a szerepet, mert ebben az operában ennek a szereplőnek van egy nagyon nehéz koloratúráriája, és én nekem, miután Sudlik Mária volt az első szereposztás, én a második, nekünk megadatott, hogy ezt az áriát elénekeljük. Úgyhogy nekem ez egy, hogy mondjam, dicsőség volt, hogy egy olyan nehéz koloratúráriát abban a korban, amiben akkor már voltam. Mert ez akkor mennyi volt? Akkor hát már 57 körül voltam. 57 körül voltam, amikor énekeltem. És mondhatom, hogy nagyon nehéz koloratúrária, úgyhogy ez volt egy ilyen szerep, a császárnét énekeltem a Hári Jánosban. Szóval nekem az én szerepkörömben sajnos olyan átmenetet nem tudtunk volna biztosítani. Alban, alszerepeknél több van. Igazából ők talán jobban tudnak átmenni. És gondolom a férfiaknál ugyanígy, a tenorral van a férfiaknak meg rengeteg kisebb szerepe van, amit még úgy el lehet énekelni. De és olyan nem létezik, hogy beleírjanak egy darabba valaki kedvér egy dalt, egy áriát? Mármint a régi darabokba? Hát az nem igazán, nem. Mondom, ez is egy különös kegy volt, hogy elénekelhettük, mert annyira hosszú a Figaro házassága, három és fél óra, nem is tudom, hogy mindig mondták, hogy hát ez csak azért lehet, mert hogy hát... Mert hogy ti ott vagytok, mert, és meg tudjátok mert, csinálni. Igen. Egyébként inkább akkor ezek szerint húznak az operákból manapság? Igen, húznak. Mennyire jellemző ez? Hát bizonyos tradicionális húzások vannak, és látszik, hogy például a Bánkbán próbálták a másik jellegben előadni, tehát abban az mondjuk úgy, hogy ősbán Bánkbán, és nem igazán vált be. És például a Hunyadi László, amiben én is mindig énekeltem a Gara Máriát, ott is vannak olyan részek, ami ki vannak hagyva. És bizony, ahogy jót tesz az operának? Jót. Bizony a Ferencsik János komponált egy átvezető dallamot vele, és az úgy jó. Az na látod, jó. Hogy azért mégiscsak ott van valami, a megoldás, hogy lehet azon alakítani. Kivenni. Azért, hogy a közönség igényeinek, a tűrőképességének megfelelően egy picit alakítani az egészet. Ezért gondoltam, hogy esetleg hozzá is lehet nem, tenni. Inkább csak kivesznek bele. Nagyon érdekes, mert a férjem mindig mondja, hogy a Hunyadi László egy olyan Erkel opera,
hogyha azt nem magyarul írta volna meg Erkel, akkor világszám lenne. Uh-huh. Mi voltunk vele vendégszerepelni, és nagyon nagy sikerünk volt Bulgáriában. De az a baj, ugye, hogy magyarul van írva. De az egy olyan gyönyörű opera, hogy bármelyik külföldivel felvenni a versenyt. Az előbb is említetted a férjedet, és a, ugye már egyszer szóba került, és itt kint az előtérben mondtad, hogy a férjed, aki egy műszaki ember, és abszolút nem... Biológus, nem, ez minden, igen, számítástechnikus, minden, hogy ott, csak nem énekes. Hogy fölveszi egyes előadásaidat, és képes 3 óra hosszat ülni a kamerával a vállán. 40 éve vagytok együtt, és valahogy azt veszem észre minden gondolatodból, hogy igazi társad. Igen. Több mint 40, mert 70-ben találkoztunk, úgyhogy az megáll már kicsit sok, de a házasságunk valóban 40 éves. Az az igazság, hogy én az ő testvérével jártam középiskolába, és innen van az ismerettség, a kapcsolat, a szerelem, és a hosszantartó házasság. Nem könnyű egy művész ember mellett megmaradni, semmelyik házasságban sem, én azt gondolom. Hogyan tudta ő tolerálni a te nehéz életedet, mert valljuk meg egész őszintén, amikor színpadra vágyunk fiatalon, akkor azért nem gondolunk abba, hogy nem lesz egy szabad estünk, nem lesz egy szabad hétvégénk, nem fagylaltozhatok, nem mehetek el olyan helyre, ami a hangomat nem teszi stabillá estére, tehát azért egy teljesen abnormális életet kell élni egy operaénekesnek. Mondjuk ennyire nem voltam normális, mert igazából én rendesen éltem azt a bizonyos polgári életet, ő mindenben kiszolgált engem. Tehát amikor arról volt szó, hogy megszületett a fiam Levente 80-ban, akkor én 6 hónapos volt a Levente, és én mentem ki Brüsszelbe énekelni. És akkor a férjem szépen átvállalta, fürdette a gyereket. És itthon maradt. Itthon maradt, és csinálta. Uh-huh. És ő mindent megtett annak érdekében, hogy én érvényesüljek, hogy én énekelhessek. Mondjam azt, hogy a legnagyobb rajongom. Fú, de nagy dolog. Ha eljönnétek hozzám, ahol lakom, ő gyönyörű poszter jellegű képeket csináltatott az én képeimből, és föl van rakva a falva. Falra. Kicsit úgy érzem, hogy mintha saját múzeumomban lennék. De egyszerű. De nagyon. Aha. Szóval meghatóan rajong még most is. Nem csak értem, hanem a művészetemért, amit tudok csinálni. Most ez ne legyen nagy. Azokat a felvételeket, amiket ő csinál, azokat te visszanézed, gondolom, és nem csak arra való, hogy... Én megnézem. Hogy utána azt egyes adások kapcsán, vagy bejátszásnak használni lehessen, hanem gondolom, az egy tanulmány is számomra. Én megnézem. Nagyon sok kolléganő van, aki nem nézi meg. Én megnézem, mert mindenből lehet egy picikét tanulni. Uh-huh. És a legközelebbi előadáson már mást csinálni. Hála Istennek nem sok rosszat láttam, igen, vissza, de ami úgy éreztem, hogy nem stimmel, azt kijavítottam. És ezt enélkül tudtad volna javítani? Nagyon pici dolgok voltak, hála, aha, Istennek, úgyhogy nem jelentett volna problémát, ha nem javítom ki. Értem, de ettől pici. De én nem, örültem azért, neki, hogy javítottam. Hogy ez a lehetőség mennyire, igen, fontos. Hát nézd meg a futballistáknál is, mielőtt készülnek egy meccsre, kielemzik az ellenfélnek a mozdulatait, mindent, és a saját játékukat is, hogy ez hogy lehetett volna csinálni. Gondolom, hogy ugyanígy működik ez tulajdonképpen. Igen, megmondom, én nem nagyon szerettem megnézni kolléganőt, amikor, aha, ugyanabban a darabon. Én úgy éreztem, ne hogy utánozzad. Akkor az... Igen. Úgy éreztem, hogy akkor az engem más irányba elvinne, úgyhogy utólag aztán megnéztem, de előtte semmiképpen nem néztem meg, hogy ő mit csinál a darabból, és én mit csinálok a darabból. Hány éves voltál, amikor először énekeltél az operában? 75-ben. Akkor, tehát 75-ben, 74-ben, akkor még jó, tehát 74, jó. Pontos, igen, hát nem kell. Jó, tehát egészen fiatalkan voltál, 20, mondjuk azt. Pillanat, azt mondja, 21, meg... 6 az. 27 éves voltam, amikor bekerültem. Akkor viszont nem voltál. Nem voltam fiatal. Nagyon fiatal, mert én nem rögtön, hát mondjuk 26, nem rögtön kerültem az akadémiára, hanem igen, dolgoztam egy évet. Előtte. Első alkalommal nem vettek föl. Mi volt az indok? Azt nem mondták. És akkor viszont az egy olyan pofont adott, mert én nagy, akkor már a Csaba bátyám bent volt az akadémián, hogy elmentem egy másik tanárnőhöz. Aha. És jól tetted ezek szerint? Bosszert Emília. Azért említem a nevét, mert azt hiszem, nem is olyan régen valaki szintén megemlítette, és nagyon igazságtalanul volt ő elfeledve. Ő egy nagyszerű énekes volt,
külföldön énekelt, hazajött, és itt elkezdett tanítani, és ha mondjam azt, hogy fillérekért tanított, és talán ezért is van egy kicsit úgy félrerakva az ő emléke, mert minden tanárnak az volt, hogy hát és miért tanít ilyen olcsón, viszont nagyon jól. És hogyha megkaparom a kollégáknak a múltját, akkor kiderül, hogy mindenki a Posselt Emiliánál tanult egy kicsit. És fejlődött ezek szerint. És egy évet fejlődtem, és akkor másodjára felvettek. Igen. Az akadémia alatt gondolom, hogy rengeteg olyan benyomásért, amelyet később tudtál hasznosítani. Az akadémiának melyik volt a legfontosabb része számodra? Hát tulajdonképpen, mikor már áttértünk az opera szakra. Az az igazság. Az általános képzés az azt gondolod, hogy... Akkor küzdöttünk. 3 év alatt megküzdöttünk a technikáért. Mert ugye bekerültünk oda, és gyakorlatilag ott nekünk mindjárt olyanokat kellett produkálni, amiket még előtte ugye nem tudtuk. Arról már nem beszélek, hogy összhangzattan, szolfés, mert ugye én valamit tanultam zongorázni, de igazából más nem. Tehát nekem mindent össze kellett szedni. Az egy olyan jó, küzdelmes 3 év volt, és voltak benne nehézségek is. Elmondom azért, hogy én Réfhegyi Ferenc nénél tanultam, ő volt az egyik, mondjuk úgy, hogy sztártanár az akadémián. Nagyon-nagyon sok kollégám tanult nála, Bende Zsolt, Melis György, Ágai Karola, szóval Andor Éva. Nagyon-nagyon sokan kerültek ki az ő keze alól, de ő tulajdonképpen egy messziről irányító volt, így fogalmazok, és mindenkinek magának kellett megküzdeni a dolgokat. Hát én küzdöttem, és nem vettek föl elsőre az opera szakra se. Mert akkor viszont kaptam egy Dénes Erzsébet nevű korrepetitort az opera a harmadikban. Korrepetitor a zongorista, ugye, a zongorista, aki segíti. Igen, akivel megtanuljuk a darabokat és zeneileg kiképezzük. És Dénes Erzsébet egy év alatt annyit tudott nekem segíteni, mint jófülű korrepetitor, mert igazából ő nem énekelni tanított, csak azt mondta, hogy ez nekem nem tetszik, csináld másként. És én akkor csináltam másként, úgyhogy másodjára azért fölkerültem az opera szakra. Igen. És akkor innen gyakorlatilag, 6 évig végeztem el az azért akadémiát. Innentől kezdve már azért egyenes volt az út. Nagyon inspirált az, hogy a bátyád már az opera színpadán énekel? Tehát egyszerűen be akartad hozni? Már pici gyerekkoromtól kezdve inspirált, hogy ő énekel, én meg mentem utána. El kell mondjuk, hogy nekem volt még egy bátyám, aki most sajnos tavaly halt meg, ő zongorista volt. Huba bátyám. Tehát ő egy könnyű zenés zongorista volt, ő volt közöttünk a kakukktojás, a két opera között egy könnyű zenész, fantasztikus tehetséggel, csak ő neki egy ilyen kis rekettes hangja volt, és azt mondta, mikor édesapám egyszer szerette volna, hogy gyere Hubika, egy kicsit skálázok veled, énekelj te is, és azt mondja, gyere, és akkor most gyere, és megmutatom, hogy hogy kell befedni a hangot. És akkor a Huba bátyám egy rettentő jó humorú volt, kiment a konyhába, hozott egy födőt, és rátette a fejére. Úgyhogy édesapám feladta. Azt mondta, Hubika, te csak zongorázzál. És nagyon fantasztikusan zongorázott. Voltak otthon ilyen családi zenéléseitek? Igen. Ó, jöttek a rokonok. És volt egy aranyos nagybátyám, a Dani bácsi, aki még régen nem voltak ilyen kis magnók, hanem ilyen 15 kilós. Nagy orsós, magnó, orsós magnóval kijött Csillaghegyre, mert ott laktunk Csillaghegyen, ott nőttünk fel a Csillaghegyi strandon. Kijött a Dani bácsi, és fölvette nekünk, hogy mit énekelünk. Én azóta is mindig próbálkozom vele, hogy majd amikor egy lesz, hát idő, mert az idő az nagyon rabló dolog, hogy elő fogom keresni, mert azokat ugye át kellene valakivel másoltatni, ha egyáltalán még jók, mert azok szalagon voltak. Úgyhogy én szerintem időtállóak ezek. Igen, a régi szalagokon. 14 éves koromban énekeltem Pillangó kisasszony nagy áriát. Az igen. Úgyhogy úgy mentem el a Réfegyinél tanárnőhöz meghallgatásra. Nem kapott szívinfarktust? Na ne! Úgyhogy azt mondta, hát ezt még azért ne. Igen. Jó, hát persze, aki egy picit elkezd tanulni énekelni, ez rögtön megpróbálkozik a legszebb nagyáriával, és azt próbálja hozni, és aztán sokszor tönkre is teszik magukat. Most volt rá precedens, hogy valaki idő előtt kapott meg egy szerepet, és tényleg nem volt rá fölkészülve. És ezek a nagyon nehéz szerepek, ilyen, mint a Turandot. Úgyhogy... De egyébként most visszatérünk egy picit a fizikai állóképességhez, hogy azt hogy lehet megszerezni. Mert azért 3 órát végig énekelni, és tudom, hogy nem első pillanattól az utolsó, hogy énekel az ember, na de
egy nagy árjának az eléneklése az olyan, mint hogyha fizikailag én szerintem, mint hogyha az ember 6-8 óra fizikai munkát végezne. Hát megmondom őszintén, nekem soha nem volt ilyen fizikai nehézségem az énekléssel. Akkor a technikát kiváló. Igen. Uh-huh. Igazából van olyan kolléganő, aki azt mondja, hogy neki másnap izomláza van a rekisz izmánál, de én ezt sose éreztem. Ekkora erőt nem fejtettem ki sose. Viszont én emlékszem a régi felvételeidre, és láttalak is az opera színpadán, és egyszerűen az a hihetetlen könnyedség jött le rólad, hogy az élvezet. Kigulásztat. Tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy mosolyogva énekelted még a drámát is, de nem úgy, hogy, hanem igen, belülről igen, volt. Könnyed, egy mosoly. Igen. Malek Andreára mondtam mindig azt, hogy mosolyog a hangja, amikor énekel. Aha. Tehát teljesen más műfaj, de ettől függetlenül ezt éreztem mindig, amikor énekelt, hogy volt egy ilyen belső mosoly a hangjában. Nekem olyan volt az előadás vége, hogy hát most, ha még egyszer el kéne énekelni, nem lenne probléma. De ilyen jó. Volt. Ilyen. Az egy nagyon nagy kincs, és nagyon nagy adottság. És hadd mondjam meg, hogy sok olyan gratulációt kapok, ugye rengeteget feltettem a YouTube-ra. Több mint 100 felvétel van fönt a YouTube-on reméljük, tőlem. Reméljük, nagyon sokan meg fogják nézni majd utána. Ha beírják, hogy 5-ös csillag, akkor rengeteg jön ki. Van operett és magyar nóta. És mindjárt a nótára rátérünk egy picit. Még örökzöldek is vannak, igen. Úgyhogy... Na, hogyha már itt tartunk, ugye, hogy egy picit elszakadjunk, mert az operett is egy nagyon markáns műfaj, hiszen az operában is mentek nagy operettek. És ez hiszen nem az operettnek műfaj. Bezanyám. Most itt hirtelen a Denevér az, amit meg ugye a Vígőzvegy, amiket mondtunk, ami tulajdonképpen egy olyan lánc, tehát az Operett Színház nem próbálkozott még meg soha Denevérrel, pedig hát ugye az is egy operett. Azt hiszem, a Vígőzvegy se nagyon ment ment az operettben? Ment, igen. Igen, mindig voltak aztán olyan kvalitású énekesek, akik el tudtak csábítani. De a nagy operetteket azért az operaház is inkább annak idején, főleg ott a háború utáni időben, ott biztos, hogy az opera játszotta. Opera játszotta őket. Aztán egy időben ugye az operett az egy kissé degradált műfajjá vált, és a közönség meg továbbra is imádja, és hát eljutottunk végre oda, hogy ugye a hungarikumok sorába került. És átvezetem most én egy picit a nótára. Tudnik, ugye a nóta az jelen pillanatban is egy nagyon kedvelt műfaj, és nagyon sokszor voltak olyan felvételek, hát Mellis György nagyon jól énekelt operett, vagy nótát, te nagyon jól énekeltél, de voltak... Hadd mondjam, Kalmár Magda fantasztikusan igen. Viszont voltak olyan operaénekesek, akik egyszerűen úgy érnek, hogy és annyira, bocsánat, olyan drámát csináltak egy nótából, amin csak át kellett volna az érzéseket. Egyszerűen csak el kellett volna mesélni. Miért olyan nehéz ez az operaéneseknek? Hát... Vagy miért csinálnak belőle operát egy nótából? Hát, és miért nem csinálsz te? Mondjam azt, hogy ez stílus ismeret, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Szóval igazából én nem eregetem ki a hangomat, amikor nem azt kell csinálni. Ha kell, akkor kiengedem. De ha nem azt kell, és az egyszerűség. Aha. A magyar nótában az van pont, hogy amit elmondok, azt úgy mondom el, mintha egy verset mondanék. Aha. És úgy is értelmezem. Szóval az a baj, mikor nagyon el akarják énekelni, van, aki nagyon magasan akarja énekelni, akkor az megint borzasztó, igen, mert ugye nem az a műfaj jelleg, de ez a jellege. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta zenei intelligencia, fogalmaztam finoman, kell hozzá, hogy átlássam, ez magyar nóta. Mikor ismerted meg a nóta irodalmat? Édesanyámtól. Édesanyám nagyon szerette a magyar nótát, sokat hallgatta is a déli magyar, sőt a nagymamám is. Nagymamám is, amikor még csak a rádió volt, akkor mindig hallgatta a magyar nótát, és ott hallottam meg tulajdonképpen a legszebb magyar nótákat. Nekem van olyan magyar nótám, amit édesanyám diktált le a Huba bátyámnak, mert nincs meg a kottája. Mm. Olyan, hogy szilveszteri ködös éjjel. Nem is hallottam senki mástól soha, és én nekem ez úgy megvan, mint egy édesanyám nótája, mert ugye szerzőt se ismerünk, csak azt, hogy édesanyám tudta. Szóval van ez is a YouTube-on? Megvolt. A YouTube-on nincs meg, nálatok megvolt, de most éppen nem találtuk. Múltkor kerestük, és nem találtuk. Egyszer föl fogom még énekelni. Helyes. Meg lesz. Ugyanis most csináltam egy
nyára lett kész egy magyar nóta lemezem. Uh-huh. Fogtam magamat, van egy nagyon kedves növendékem, a Hálózat a kultúráért című, hogy mondják, ezt ilyen közösségnek a, uh-huh. a tagja, édesapja benne a bőgős, Farkas József, és ővelük azt mondtuk, hogy és most csinálunk egy magyar nóta lemezt. De jó. És bizony elmentünk, hozott egy kis zenekart, és megcsináltunk egy nagyon szép lemezt, és a kislány is énekelt, és én is. A mai napig rengeteg fellépésed van. Hogyan állítod össze mostanában a műsorokat? Ugye, mert operát már az opera színpadán nem énekelsz, de külföldön énekelsz még? Igen. Vagy pedig koncerten. Előadod? Tehát koncerten. Nem, én nem énekelek. Most tavaly kétszer is voltam Spanyolországban, két koncertet, hármat csináltam, és minden ott javarészt operát énekeltem. Uh-huh. Javarészt. Igazából itt is mindig belerakok operát. Az az igazság, uh-huh. hogy lesz nem is sokára olyan fellépésem, hogy egy nagy-nagy téren. És a nagy-nagy téren is úgy kezdjük a műsort, hogy opera. És ha uh-huh. hiszed, ha nem, tavaly volt egy ugyanilyen koncertünk, és van nagyon tehetséges növendékeim vannak, van egy éjkirálynőm, és kiabált a közönség, úgy tetszett neki. Ott az a téri közönség, aki nem az operához van Igen. hozzászokva, kiabáltak, úgy tetszett nekik. Tehát úgy kezdtük, uh-huh. hogy opera, operet, és a végére tettünk musicaleket is. De jó. Mindig keverjük. Keverem Kerejtem. A műfajt. Uh-huh. Még nem találtam ki, hogy most mit fogok énekelni, meg mit fognak ők, de mindig, úgyhogy mindenkinek a kedvére. Te elég vállalkozó kedvű vagy, mert most úgy tudom, hogy például, hogy örmény műsort is csinálsz. Igen. Igen. Hegedűs Valér, nagyszerű zongorista kollégámmal fölhívott, hogy voltunk már énekelni múlt évben, és hogy Csilla, megint kértek minket, hogy örmény műsort csináljuk. Milyen az örmény dallamvilág? Szép, nagyon szép. Két kis dalt énekeltem, most is majd azt is fogom, és még bővítjük egy kicsit. El kell mondjam, hogy egy kicsit örmény vagyok. Édesapám örmény származású, csak nekem én nem is tudom. Nekem is a nagymamám. Igen? Úgyhogy azt szoktuk mesélni, hogy az én fiamban nagyon-nagyon sok vér van. Mert apukám örmény, anyukám még bunyevácok voltak a nagymamám, és az én aranyos anyósom, aki tényleg a világ legjobb anyósa, ő sváb volt. Úgyhogy az én fiam az tiszta magyar. Egyébként van egy ilyen mondás, nagymamám mondta, tiszta magyar, Félix Schwab, hogy az anyám zapám Tóth volt, én meg tiszta magyar vagyok, ahogy Na, mondták. Így van, Levente fiam igen, is, igen, hogy igen. tiszta magyar. Csak egyébként ez egy érdekes, mert a magyar az egy annyira... Szerintem bármelyik családot végignézzük, mindenhol vannak, hiszen itt a Kárpát-medencében elég nagy keveredés. Jövésmenés Igen. volt, és nagyon sok Igen. nemzetből itt maradtak olyan gyökerek, amelyek szerintem előre viszik az bizony, egészet. Bizony, bizony, szépen keveredik a vér, és attól olyan zseniális a magyar. Egyébként... Hogyha beszélgetünk a magyar nótáról, és a dalokról ugyan nem nagyon, de gondolom, hogy irodalmi, vagy a dalestjeid is voltak, vannak. Nem igazán, az nem? kikerült, az kikerült a dalest. Nem. Miért? A rádióban csináltam koncertet, de úgy különben nem. Tehát ilyen, nem. hogy Schubert dalestek, vagy nem, ilyesmi? Nem, nekem Mozartot csináltam a rádióban, Aha. de többi nem volt, több nem volt. És nagyon érdekes, az oratórium is egy kicsit elkerült, de nem baj. Nem is oratóriumi a stílusod hozzá nem, kell tenni. Mondjuk nem. a daloknál szerintem belefértek Megmondom volna. Őszintén, engem az, hogy én a kottával álljak, és ott Aha. a kottával ének, ez engem leállít. Tehát ezek kicsit. Szerint benned van a szerep igen, maga. Igen. Egyébként színészmesterséget azt a... Tanultunk a Zeneakadémián, Pécsi Blanka volt a tanárunk igazából, és hát olyan nagyon sok színészmesterséget nem tanultunk, igazából mindent úgy lestünk el. Uh-huh. Mikó András volt a főrendező, az operai főrendező volt a tanszaki főrendező, hát olyan kis alapdolgokat megtanultunk, de hát azért úgy magunktól, uh-huh. inkább. És ilyen, hogy egyéb színpadi szerepek mellé színész mesterséget tanulni? Nem, semmi nem volt. Semmi nem volt. Nem. Tehát ami jött az élet meg a szerep hozta aztán. Persze én nagyon sok jó rendezővel dolgoztam, meg kell, hogy mondjam, mert nem csak az operában, hanem ahogy meséltem neked, hogy operán kívül is. Igen. Mert például a Hilton Dominikánus udvarban volt fantasztikus opera előadások. Volt olyan ősbemutató Dittelsdorfnak a Hűséges paraszlánya, amit Huszár Klára rendezett. Olyan gyönyörű volt, soha senki nem ismerte, és akkor ő azt megcsinálta. Akkor volt a
Seregi László, tehát az Operett Színháza Seregi László rendezett két pergolézi operát. Akkor, szóval igazán Horváth Zoltán rendezte a Haydn operát. Tehát olyan nagyszerű rendezőkkel dolgoztam, hogy tulajdonképpen úgy kialakítottuk mindig a figurát. És ők tudták, hogy ha engem hagynak, és csak ilyen, vannak ilyen kis lágvortokat, abban én honnan tudták, hogy te mire vagy képes a színpadon? Most láttak. Itt eszembe jutott a cigánykerék például. Igen, tehát igen. Nem egy szokásos dolog, hogy egy operai énekes, ugye, cigánykerék sportos voltam én igazából, mert úsztam gyerekkoromban, voltam ilyen kis általános iskolás úszóbajnok is voltam, és hát a Csillaghegyi strandon éjjel-nappal fejest ugrottunk. Tehát az olyan sportos voltam, és akkor az úgy mondjuk ennyi volt a fizikai állóképességem, de én valahogy úgy vagyok vele, hogy se nem kövér, se nem sovány az énekes. Jól tudjon énekelni, azt szerintem. Kész. Igen, így van. És akkor a hangja viszi a történetet. Így van. Két percünk van hátra az adásból, intettek a kollégák, eltelt az idő. Képzeld el. Jézus Mária. Úristen, nem akarunk még beszélgetni? Viszont leszakadna az arcom, hogyha nem kérdezném meg, hogy mi van a fiaddal. Édes fiacskám, ő egész más területre keveredett. Elvittem 5 éves korába zenére és angolra, és akkor azt mondta, hogy mamika, ha lehet, akkor én inkább csak angolra járnék, én nem akarok kornyikálni. És ehhez képest ő elvégezte a számítástechnikai középfokot, elment a buddhista egyetemre tanítónak, és most megint a számítástechnikában van, és avval cége van neki, és avval foglalkozik. Éjjel-nappal dolgozik. És jól érzi magát a győrében. Nagyon. Viszont egy igen jámbor lélek lehet, hogyha a buddhizmus felé fordul. Igen, nagyon jó. Tehát ember. Nagyon-nagyon jó belső töltetten. Jó ember, szeretetre méltó ember. Az én fiam szeretetre méltó. Hát olyan, mint amilyen te vagy ezek szerint, meg amilyen az egész családod. Mindig mondom, édesapa eszét örökölt, és anyukája szépségét. Úgyhogy így kevertük össze. Ez így helyes. Közben én azt mondom, hogy kezdjünk el csemegézgetni. Ez egy élmény lesz akkor. És akkor még van időnk beszélgetni, teljesen természetesen. Fantasztikus reggelit költöttünk el Lillával. Olyan csodálatos volt, annál csak csodálatosabb a beszélgetés volt. Lilla olyan kérdéseket tett föl nekem, hogy tulajdonképpen átíveltük az egész pályámat. A gyerekkortól, a mostani koromig nagyon-nagyon sokat beszélgettünk olyanról, ami számomra is fontos volt, és azt hiszem, hogy a kedves közönség számára is. Úgyhogy olyan kérdéseket kaptam Lillától, amire gyönyörű válaszokat tudtam adni, és remélem, hogy ezt majd még sokszor-sokszor meg fogják ismételni ezt a felvételt, hogy mindenki tanuljon belőle. A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli.